Nagy nap ez a mai Ramónám. Az biztos. Ugyanis láthattátok az előző videóban, csak Rami helyisége nem áll sehogy. De ma van az a nap. De ma. És még egy dolog mutatja azt, hogy te mennyire nem vagy képben, hogy a projektort tökre a másik falra tettetek ki. Nem ide festünk? Nem. Pedig már tök jól beállítottam az előbb oda. Igen. Olyan? Igen. Ez nagyon szomorú. Elszomorodtál? Teljesen. Drágám. Bocsánat. Aranyosan beállítottad is arra. Rami már ma reggel is nagyon izgult, láttam rajta, mérges is volt rám sokszor. Csak már össze is vesztünk egyszer. De most már megnyugodtál picit? Nem nyugodtam amúgy még, mert nagyon bunkó voltam megint. Megint? Már sokadik? Tegnap is ez voltam. Mindig, amikor Ramihoz videózunk, valahogy akkor veszünk össze. Nem lehet, hogy akkor ebben te is úgy benne lehetsz, úgy egy kicsit? Na hát eddig nem így mondtad, eddig azt mondtad, hogy én vagyok mindig nem, a hibás. Nem, én is hogy biztos én vagyok rosszul. A feszült. Na most jó, már nem vannak ilyenek is. Látod, jó, kezdjük. Szóval csak egy szekrényünk van eddig ebben a helységben, és csupasz falak. Ma mi lesz? Eddig így állunk. Hát lassan érkezik a felmentősereg, Adri és Ines személyében. Adri fogja festeni a falat. Képzeljétek el, hogy végül is sikerült. Megszervezzük, hogy nagyon szép festésünk lesz a gyerekszobában is, ami lassan ki fog derülni, hogy hogy fog kinézni. Na de ennyire azért ne ugorjunk előre, vagyis pontosan ugorjunk inkább időben előre, hogy hogyan kezdődött ez az egész. Na szóval, miután a lakás minden részletét megterveztem, a babaszobára valószínűleg elfogyott az energiám, és a kreativitásom is besokaltam, és úgy döntöttem, hogy segítséget kérek. És itt van velünk Ines, aki cégek arculatával, illetve segíts ki. Mivel? Stylinggal és interior stylinggal. Interior stylinggal foglalkozik, és gondoltam, hogy ráírok, hogy nem tudnál nekünk segíteni egy picikét. Hát 6000 ötletet néztem Pinterestről, ugye? És teljesen bezsongott a fejem, és akkor itt mondtam, hogy ez most oké, állj, segítséget kérnék. És akkor jöttél te, hogy mondtad, hogy akkor először is választjuk így a szoba stílusát. Legyen meg a stílus. Hát itt azt hiszem úgy indultok, hogy három fő irányt küldtél nekünk. Volt egy dzsungeles, egy ilyen nagyon vidám színes mintás, meg egy ilyen letisztultabb natúr verzió. És akkor ebből Danival közösen kiválasztottuk, hogy mi dzsungeles stílus szeretnénk a babának. Nagyon jó irányt kaptunk. Úgyhogy igen. Ez kellett elindítani. És ráadásul igen, innezzék kisbabát várnak, és nekik is ez a stílus tetszett. Na de ugye pont ez volt a probléma, hogy 6000 stílus tetszik, és most tényleg melyik legyen, és Inez abban tudott nekem segíteni, hogy ő összeválogatta nekem azokat a dolgokat, amik a legjobbak. És nekünk ebből már könnyedén csak választani kellett. Na aztán, miután megvolt a stílus, akkor ugye ott tartottunk, hogy falmatrica, festés, vagy tapéta. Ugye? Tehát a Inez kérdezne engem. Nem, csak hogy igen, végül rendelt egy matricát és igen. Lassan érkezik hozzánk Adri, hiszen végül is sikerült meggyőznünk, hogy fesse be a babaszobát. Kezdődnek a gondok. Nagy projektoros vagyok. A suliba csak az írógép, vagy hogy hívták? Nem, ilyen vetítő? Írásvetítő? Ezt mindig ékezeltem, de azt is csak azért, hogy eddig kilókassak órára. Szóval az a terv, hogy most projektorral felvetítjük azt a festést, amit szeretnénk majd Aditól kérni, hogy megkönnyítsük az ő dolgát, de egyelőre nem boldogulunk a projektor méretében. Kicsit. Ami nagyobb a kérem. Ugyan, hogyha átmennél a levél oda. Hogy ezzel, hogy átlógnak. Ja, és hogy átlóval az nagyon jó. Ez jó, nem? Mert a mit rakodok oda az én úgy lehet, hogy a kiságy és a fotel szerintem. Na hát, és végre megérkezett hozzánk Adri kis csapata, sziasztok! Szervusztok, ismét! Ismét, én már annyira vártalak titeket, már izgulok teljesen, hát, nagyon izgatott vagyok. Felkerül a korona. Igen, végre ténylegesen is belekezdünk a munkálatokba. Mit fogunk csinálni, milyen lesz a fal, az mindjárt kiderül. Ez az alapkoncepció, ugye? Igen. A dzsungeles színben. A csajok most a háttérben épp azt beszélgetik, hogy milyen lesz tényleg a fal. Ugye egy dzsungeles irányt választottunk ki, ezt most itt meg is mutatom nektek, hogy ez az a fix fal, amit kiválasztottunk. Viszont nem fogjuk teljesen lekopizni. Megmutatom, hogy mindjárt milyen változtatások lesznek ebben. Kezdjük el is, hogy minél hamarabb látok tésztőről.
Én is. Mindig a kamera mögött állsz, aztán gondoltam, hogy jöhetnél előre is, de mindegy, akkor egyedül megmutatom, hol jár. Jaj, na mutasd meg, kis szívem. Szóval Adri felrajzolta a leveleket cerkával. Hát ez elég alapos kis részletes munka, nehéz volt. Igen. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon magány lesz. Igazi dzsungel lesz a házunkban, és én igen, ezt nagyon olyan várom. Jó, nem? Igen, nagyon magány szerintem. Úgyhogy azt tervezzük, hogy ott lesz a kis ágy, és ott fog kiteljesedni az egész. Igen, ott, ha jól megnézitek, akkor itt lentről teljesen végig itt van a növényzet. Itt egy kicsit... Itt ilyen... lecsendesedik. Mit akartam? Na, ez egy cserjésebb rész. Igen. És ennyi egyelőre. Megint a legjobb részem, mert kocsmaszalon tudod, keverjük a színeket. Most jön a kezdetis festékekből, kikeverjük a nagyon szép színű festékeket. Nagyon ügyes vagy! Tetszik? Nagyon. Tegnap 9:30-ig dolgoztak addig, aztán már új úterővel folytattuk a falfestést. Annyira izgalmas így végignézni a folyamatot, hogy hogyan alakulnak hát a dolgok. Mindig más mutat a fal, úgyhogy imádom nézni. És hát képzeljétek el, hogy én is bevállaltam egy kicsi levelecskét, mert annyira megtetszett, hogy csinálták, én nagyon szeretek így kreatívkodni, annyira nincs hozzá kézügyességem, inkább csak csinálni szeretem. De úgy gondoltam, hogy tök jó lenne, hogyha az én kezem munkája is benne lenne a babaszobában, aztán majd büszkén mesélhetném el a kis porontyomnak, hogy nézd meg, ezt anyát csinálta. Úgyhogy végül is ezt a levelet itt most én festettem. Nem lett olyan szép, mint Adriéké, de azért szerintem nem olyan rossz, úgyhogy maradjon így. Na de most vissza is szaladok, folytassuk a munkát, mert még elég sok hátra van. Az a kérdésem, hogy tudjátok-e, hogy milyen madár ez? Kommentbe írjátok le! Tadám! Na mit szóltok? Készen lett a falunk szerintem. Szerintem nagyon király lett. Gyönyörű és stílusos, ez a kedvenc, amit ezt még így szerintem 11:30 fele kértük meg Adrit, és végén ez lett a kedvenc elemünk nekem is és Dalinak is. Úgyhogy köszönjük szépen, Adri, kövessétek be Instagramon, nézzétek meg, hogy milyen csodálatos munkái vannak, ide le is teszem. Illetve a leírásba is leteszem az elérhetőségeit, valakit érkezik közben hozzá. És mi van, ha az én kedvencem a kolibri? Mi van, ha az enyém a kolibri? Jó, azt Adri, ha látja majd. Hogy ennyire semmibe veszik a kis kolibrit, ami szerintem gyönyörű lett. Nem veszük semmibe. Biztos, hogy nagyon mérges lesz, Rami. Biztos, én ebből még itt rá tudnánk viselni egy párat. Ugye? Úgyhogy Adri, ha van még egy szabad 2 órád valamikor, akkor várunk szeretettel. Oda fog menni majd a baba ágy. Ide pedig a fotel, ez a kényelmes, karos, székes fotel, amivel majd éjszaka szoktatni fogok, nagyon elképzeltem, de még nem tudom a továbbiakat. Most jön az a rész, hogy innezzel újra összedugjuk a fejünket,
És akkor ki kéne találni, vagy hát nagy, a bútorokat igazából már kitaláltuk, ez a következő lépés, mindig, hogy a, most közelről veszel, ugye? Nem. Azt hittem, hogy szívatsz. Jó, akkor tedd vissza az emberre, és gyere ide mellém. Jó az itt. Meséld el, mik a következő lépések. Nem, mert mindig hisztizel. Ja, megint amúgy összevesztünk. Kezdem egy kicsit fáradni. Gyermeke anyjára. Lehet, hogy gyermeke anyjára nem mondanék semmilyen csúnyát. Gyere. Szóval a babaszoba tervezésében a következő, a bútorok. Mi már kinéztünk egy nagyon szép ilyen matt, fehér, letisztult fehér kiságyat. Ez a Dunbar Deer. Még egyszer? Megvan. Ágyal, mamazán, papazzal rendeltük. Illetve ehhez való komódot, pelenkázó komódot néztünk ki külföldön, ezt pedig megcsináljuk asztalossal, ami még sajnos készül, nem tudjuk, mikor lesz kész. Horvátországban voltunk nyaralni, bementünk egy bababoltba, és megtetszett ott egy pelenkázó. Úgyhogy azt csináltatjuk meg itthon. Igen, úgyhogy már nagyon várom, ez is fehér lesz. Illetve jönnek a kiegészítők. Ez ugye mindig a legnehezebb része szerintem a lakásban. Szó szerint, mert van egy nagyon-nagyon nehéz fotel. A kedvenc kiegészítőm. És az már itt van lent a kocsiban? Nem, itt van fönt. Ó, be fogtok tojni! Gyere, mutasd be a nézőknek. Hali. Hali. Az első kiegészítő meg is van. Zsiráf, mint a nem lett a falakon végül. Rami meglátta a boltba, és azt mondta, hogy ő zsiráfot mindenképp szeretne. Zsiráfúr, jön velünk. Szóval, kiegészítők, szeretnék egy natúrfüggönyt. Abban is Ines fog segíteni, hogy hol szerezzük be. Illetve szőnyeget kell még néznünk. Kinéztünk egy fotelt az IKEA-ból. Ez a gyönyörű szép sárga fotel lenne az. Akkor mit néztünk? Még a lámpát. Nagyon jó kis lámpát szereztünk. Ezt is már beszereztük. Hogy a dzsungel hatás meglegyen, vagy ilyen szavannás, vagy nem is tudom, ez lesz a lámpa úra. Pompon úr is megérkezett, ez az a lámpánk. És mi kell még egy babaszobába? Tudom! Baba! Natúrpolcokat néztünk ki. Az IKEA-ban találtunk fűszertartó polcot, azt fog ide felkerülni. És ami a még a lényeg, hát állatos képeket. Uh-huh. Ezt pedig külföldről fogjuk rendelni. Ami most ide fáradt. Azaz, sorban bejönnek így. Ugye így szoktad? Nem így. Szóval külföldről rendeljük ezeket a posztereket és kinyomtatjuk. És ezeket fanképpen le fogjuk feltenni a falra a pelenkázó kómod fölé. És ez mind persze napokon belül, ami bármikor megszület majd lassan, és látjátok, hogy mennyi terve van, mi lesz ebből, az majd kiderül. Ilyen nappal továbbra is a metet böngészem, úgyhogy nagyon fárasztó, azt kell mondjam. Viszont nagyon izgalmas cserében. Következő rész, baba egy pelenkázó lámpa. Ha érdekel, hogy milyen lesz tényleg a kéz babaszobák, akkor tartsatok velünk, mert a továbbiakban ezeket fogjuk bemutatni. Reméljük, beszerezzük. Köszönjük, hogy itt voltatok. Megyünk pakolni, szerelni, bocsánat, ennyi volt, kész, mennem kell összerakni, vagy egy babakocsit, vagy nem is tudom, mi lesz. Szereljünk, jó van. Sziasztok! Rami szeretett volna valami kommentes részt, azt mondta, úgyhogy milyen javaslatokat vársz tőlük? Nem tudom. De amúgy, nem tudom, tetszik nektek ez a... dzsungel? Ez a stílus, ez a világ, ez a dzsungeles verzió. Szerintem biztos tetszik nekik. De ha nem, akkor lehet, hogy nem érdekel, mert nekem nagyon tetszik. Igen. Bocs. Mindegy. Hali!